Sziasztok, kedves nézőink! Ez itt a Parallaxis Rabor második évada. Itt vagyunk jelenleg az ELTE-n, a Kármán Tódor laboratóriumban, dr. Habil Vince Miklóssal, akivel most pár kísérletet fogunk bemutatni nektek. Az első az egy ilyen elég nagy akváriumban van, amiben van víz, ami kék. De szerintem ezt a Miklós majd elmondja helyettem, hogy itt mit kell látni, meg majd jó beleokoskodok. Na hát szia Géza, meg sziasztok kedves hallgatók, igen, ez tényleg a Kármán labor. A Kármán Tódor környezeti áramlások labor, ez az egyetlen olyan hely, ennek a helynek az át mondjuk 500 km sugarú környezetében, amit kifejezetten abból a célból hoztak létre az alapító atyai a labornak, hogy nagy léptékű áramlási dolgokat vizsgáljunk benne. Ugye Dunát lehet rekeszteni az áramlástani laboratóriummal, például csak a szomszédházban levő műegyetemen van belőle kettő. Na de ez attól különleges, hogy mi itt nem arra vagyunk kíváncsiak, hogy mondjuk egy autó körül milyenek az áramlások, hanem, vagy egy háztömb körül milyenek az áramlások, hanem olyan jelenségekre vagyunk kíváncsiak, amik úgy általában a mérnök embereket kevéssé érdeklik, mert például amikor tervezel egy autót, akkor nem kell figyelembe venned azt, hogy a föld forog. Vagy hogy a légkör, vagy az óceán az lapos. Mit értek az alatt, hogy lapos? Hát azt jelenti, hogy sokkal szélesebb, mint amilyen vastag. Ugye az óceán az lehet több ezer kilométer széles, viszont csak néhány kilométer vastag. Hát ez ugye nyilván befolyásolja azt, hogy milyen dolgok alakulhatnak ki benne. Most ennek a demonstrálására van itt egy jó hosszú kádunk, ami egy 10 méter hosszú hullámkád, aminek itt látható, hogy amúgy tényleg kékkel befestettük, de ez ételfesték, tehát semmi ízé nem kell félni tőle. Ez egy olyan labor, ahol még akár enni is lehet. Ez kék ételfesték, a makaron az ettől kék, meg a kék gumicukor az ettől kék. Akkor ez tintahalból van? Hát azt nem tudom, miből van. Remélem nem. Vagyis a fekete, azt hiszem, hogy a fekete ételfesték, az tintahalból van. Komolyan? Ez szörnyű ebbe belegondolni. Remélem, hogy nulla darab áldozat kellett lemészárolni ehhez a kísérlethez. Mi biztos, hogy nem csináltunk ilyet. Viszont nézd, mit fogunk itt csinálni. Ugye nyilván ez egy hullámkád. Ugye, hogy alapjában ismerjük azokat a hullámokat otthonról, amik így néznek ki, amit most a kezemmel csinálok, ez van a fürdőkádban otthon. Ugye látjuk, hogy ezek ilyen szép periódikus mintázatok, ami azt jelenti, hogy egymást ismétlik ezek a kis alakzatok, színusz hullámként tanuljuk ezeket esetleg iskolában, de most valami sokkal radikálisabb dolgot fogok művelni. Itt van egy ilyen kihúzható válaszfal, ami olyan, mint egy gát, és azt fogjuk csinálni, hogy ez a gát ez átszakad. Na most az, hogy át tudjon szakadni a gát, és emiatt egy másfajta hullám keletkezzen, ahhoz nekem először át kell mernem egy kis vizet ebbe. Tehát itt szépen pakolom bele a vizet, és nagyjából kétszer olyan magasra feltöltöm, mint az eredeti vízszint. És most várok egy kicsit, hogy lecsillapodjanak a hullámok. Itt a kedves nézőknek addig elmondom, hogy a Kármán labor az szeretettel várja amúgy az érdeklődőket, tehát személyesen is meg lehet ezeket alkalomattán nézni. Például a kutatók éjszakáján is rendszeresen szoktunk szerepelni, és hát reményeink szerint az idén se lesz másképp. Na most, hogy ezt így elmondtam, annyi idő alatt így kb. Le is csillapodott, és látod Géza, hogy itt mi fog történni. Na, ezt akartam kérdezni, hogy most mire várunk, mit akarunk látni, és miért csináljuk ezt az egészet? Hát egy nagyon érdekes dolog, ugye a hullámoknak van egy olyan tulajdonsága, hogy szétfolynak. Mármint ugye megtanulja az ember, mondjuk te egy mérnök ember vagy, Géza, hogy te biztosan megtanultad, hogy, és egyébként a kedves hallgatók is tudják, például amikor mondjuk néznek egy hanglejátszót, hogy ott külön sávokban látjuk a mély, a magas, a közép, stb. És akkor és azokat külön lehet állítgatni. Ez is lényegében azért lehetséges, mert minden jelet szét lehet szedni különböző, mondjuk frekvenciájú színuszokra, színusz hullámokra. Különböző hullámokból bármilyen alakzatot össze lehet rakni, a jelfeldolgozásban is ez van, de a sima hullámoknál is ez van. Viszont a különböző méretű hullámok más-más sebességgel terjednek. Ebből az következik, hogyha mondjuk elindítanék egy ilyet, hogy látod, itt ez egy ilyen ugrás, valami olyan, mint egy téglatest. Most, és ezt a téglatestet is, mint minden alakzatot, hullámokból össze lehet adni. Hogyha ezek a hullámok mind ugyanolyan gyorsan mennének, akkor azt történne, hogy itt felhúzom, és akkor elindulna ez a téglatest, és így menne végig, ilyen szögletesen. De nyilván nem ez fog történni,
mert a hullámok nem ilyenek, hanem úgy mondjuk, hogy disperzívek, ami azt jelenti, hogy a különböző hullámhosszú hullámok más sebességgel terjednek. Itt sincs ez másként. Szóval mégis lesz egy csavar a történetben. Előbb elindítom, aztán majd elmesélem, hogy ez miért modellez nagyon jól egy cunamit. Na de várj, de ezt a newtoni folyadékokra mondhatjuk el, ugye? Hát ezt elmondhatjuk, ugye azt a dolgot, hogy szétfolyna? Igen. Hát igazából ezt bármilyen vízhullámra tehát igazából de, a víz az newtoni folyadék. De mondjuk egy polimeromledék az nem biztos, hogy így folyna. Persze, minden anyag tök máshogy folyik. Ez így van. Itt most egyébként például ahhoz, hogy ezt a hullámot leérjük, az például a viszkozitással egyáltalán nem is kell foglalkozni. Vagyis azzal, hogy mennyire surlódik saját magához a folyadék. Mégis érdekes lesz, ami történik. És tök jó, hogy ennyit beszéltünk, mert közben megfelelően lecsillapodott a víz. Gyönyörű izé van, és akkor figyelj, indítom. 3, 2, 1, start. Jé. Most látod, hogy ez nem olyan, mint a szokásos vízhullám, amit megszoktunk a fürdőkádból. Első megfigyelésünk tényleg nem szögletes, hanem szép lekerékített, viszont annál nem folyik jobban szét. Tehát most itt ment el mellettem, és már visszaverődött a 10 méter hosszú kád végén, és most még egyszer visszaverődik. És most még egyszer visszaverődik, és még mindig ott van. Na most ez az Isten adta, ez nem egy olyan szokásos hullám, mert hogyha ez egy szokásos hullámokból összerakott hullámcsomag lett volna, akkor már rég szétfolyt volna sok kicsi hullámra, ehhez képest ez még mindig ide-oda pattog. Ez azért van, mert ez egy úgynevezett nem lineáris hullám, aminek a magyarázatában most nem mennék bele, de a lényeg az tényleg az, hogy ezzel az a baj, hogy ez így egyben marad. És egyébként látod, hogy egyre laposabb lesz, most jön vissza, és egyre laposabb, de még mindig ott van, és hogyha nem lenne itt ez az oldalfal, akkor nem csillapodna ennyire. Tehát, hogyha ez egy nyílt óceánban lenne, akkor ez ugyanilyen nagy hupliként menne. Tehát mondtad ezt a cunamit. Tehát oké, a cunami az ilyen, de azért mégse így keletkezik, tehát nem feltöltenek ugye egy vízlapot, tehát az nem gátszakadás, hanem ez egy alulról jövő földrengésnek az eredménye, ami ugye kőzetlemez mozgás miatt is lehet, tehát hasonló, de mégsem. Igen. Tehát ez alulról jön föl. Igen, de mégis ugye ott az a lényeg, hogy gyorsan történik a kőzetlemez mozgása, mert ha lassan történne, a víznek lenne ideje lefolyni róla. De mivel nagyon gyorsan emelkedik meg a vízszint, ezért nincs ideje lefolyni róla, tehát tényleg kialakul egy ilyen vízugrás, és onnantól ez már lényegében ugyanaz, mint ebben a kísérletben. Viszont nagyon fontos észrevétel, hogy a cunaminál viszont a kitérése a huplinak az jellemzően pici, tehát mondjuk ekkora, néhány deciméteres, és a hupli szélessége, ugyanolyan hupli, mint ami itt elmegy a kádban, csak a szélessége az viszont 100 kilométeres. Ez azt jelenti, hogy ha ott vagyunk egy óceánjáró hajón, és átmegy alattunk a cunami, a luxushajón, akkor jó eséllyel nem veszünk észre az egészből semmit. Tehát hiába egy marha nagy hullám, de mondom, pici a kitérés, és emiatt, hogy nyílt óceánban körülbelül veszélytelen, de a gond az, hogy nem folyik szét. Tehát simán keresztül megy az egész csendes óceánon, és eléri a partot. Na és, de és akkor ugye akkor alakul ki tulajdonképpen ez a hullámszínusz, hogyha lecsökken a vízszint, ugye? Tehát akkor pakolj ki föl a... Na ez az, hogy akkor föl kell tornyosulnia, mert a víz, ugye azt nem mondtam még, de hogy ez a hullám, ez milyen gyorsan megy, ezt amúgy, ha akarod, le is mérhetjük, de ez itt nagyjából egy deciméter mély, és hogyha kiszámolod, ennek a hullámnak a sebessége a víz magasságnak a négyzetgyökével arányos, csak még a négyzetgyökben meg kell szorozni a G-vel. A G az 10 méter per szekundum négyzet, ez a magasság, ez 1/10 méter, 10-szer 1/10 az 1. Abból gyököt vonunk az 1. Tehát ez a hullám ebben a kádban, ez szerint a képlet szerint 1 méter per másodperccel megy, ez kb. Igaz is volt, mert kb. 10 körülbelül másodperc. Igen. Na viszont, ha H helyére az óceán mélységét írod be, ami több kilométer, akkor gyorsan kijön, ha kiszámolod, hogy egy igazi cunami az olyan gyorsan megy, mint egy szuperszonikus, nem szuperszonikus, hanem egy, mint egy utasszállító repülőgép. Na ez durva, gyorsan megy, viszont ahogy mondtad is, meg én is mondtam itt a gyök GH miatt, a víz mélységtől függ a sebessége. Vagyis mi fog történni? Amikor az eleje odaér, ahol már csökken a vízszint, akkor a hupli eleje lelassul, mert ott érvényben van ez a természetes sebességkorlátozás,
csekélyebb a víz, akkor lassabban kell menni a hullámnak. De a hátulja az még bent van a mély vízben, tehát az még gyorsan jön. A víz meg összenyomhatatlan, tehát nem tud mit tenni, mint feltornyosul, és ebből lesz a baj. Tehát a cunamival két gond van. Egy, hogy ilyenfajta hullám, ami nem esik szét, hanem kompakt módon terjed, akár egy csendes óceánnyi távolságon keresztül, olyan gyorsan, mint egy repülőgép. Kettő, meg hogy a partra kifutva az eleje lelassul, és feltornyosul a hullám, és akkor már nem néhány deciméteres, hanem több méteres, vagy tízméteres fal lesz. Ez a lineáris tulajdonsága miatt van, hogy ez addig megy, amíg el nem fogy a víz? Hát igen, ez addig megy, amíg el nem fogy a víz. Meg még egy érdekes dolog van, amiben különböznek ezek a fajta hullámok a szokásos hullámtól, hogy egy kicsit viszik magukkal az anyagot. Ami azt jelenti, hogyha egy kis smötyit odébb tol a cunami, az nem viszi ugyan magával, de azért odébb viszi. És akkor emiatt felmerül az ötlet, hogy nem lehet-e úgy védekezni a cunamik ellen, hogy mondjuk felrobbantunk egy csomó atombombát a víz alatt, és csinálunk egy ellen cunamit, két cunamit összeütköztetünk, és megnézzük, hogy kioltják-e egymást. Hát ezzel lehet, hogy még nagyobb hibát csinálunk. Na, ezt igen, még mielőtt nagyobb hibát csinálunk, ja, a rengeteg atommal csináljuk meg kicsiben itt. Van nekem két ilyen plexim, tehát akkor csináljuk azt, hogy feltöltjük mind a két rekeszt ugyanolyan magasra, és akkor azt fogjuk csinálni, hogy elindítok egy cunamit, te szólsz, hogyha elért a kád végére, és akkor én indítok egy második ugyanolyan cunamit, és akkor kb. Középtájon fognak összeütközni, és akkor megnézzük, hogy mit művelnek egymással. A kedves nézők is fogadhatnak, hogy most mi fog történni. Vagy az történik, hogy összeütközik a kettő, és szépen kioltják egymást, felfröccsennek, és szétesnek kis hullámokra, éljen, vagy valami más. Megmondom őszintén, én erre fogadnék, de amíg mindjárt meglátjuk, hogy a valóságban is ez lesz. Amíg megvárjuk, hogy lecsendesedjen a víz, egy olyan kérdésem lenne, Miklós, hogy a hullámnak, ugye, hát alapvetően színusz, de amikor már tarajos lesz, akkor átcsap egy ilyen fura alakba, hogy a hullámoknak valami ilyen, nem tudom megfogalmazni, de hogy van valami olyan része, ahol erőt lehet mérni, és ahol a legnagyobb erőt fejti ki. Ugye ezt csak azért mondom, mert hogyha például hullámzó tengerbe állsz, akkor azt érezni, hogy az a hullám, ami még nem tarajos, az nem olyan erős, de amikor tarajos lesz, az nagyon sodor. Hát igen, ez a hullámban tárolt energiával kapcsolatos, igazából tényleg erről van szó. Igazából azt ki lehet számolni, és az valóban, az tényleg az nagyon érdekes különbség, például ezeknél a tarajos hullámok esetében, hogy ugye nyilván több energiát tárol, ha magasabb. És akkor ennek megfelelően az összeomlása gyorsabb is. Tehát igazából egy kicsit még az is igaz, el szoktuk hanyagolni ezt a hatást, de egy kicsit még az is igaz, hogy a magasabb hullám gyorsabban megy, és ha gyorsabban megy, akkor nagyobb az impulzusa, vagyis lendülete, amit te érzel. Nem csak azért, mert magasabb, mert eleve több tömeg van benne, hanem azért is, mert gyorsabban megy. Tehát ezt valószínűleg ezt érzed, amikor ott állsz a tengerparton. És egyébként meg volt erre valamilyen kutatás, vagy ebben van valami ráció, hogy mondjuk olyan erőműveket tervezni, vagy olyan energetikai hasznosítását a hullámoknak, mert ugye vannak olyan részek a Földön, ahol nagyon intenzív és nagy hullámok vannak, hogy a hullámok energiáját be tudnák fogni, mert... Így van, van ilyen, igen. Sőt, hát ugye a legdurvább példája, a leghosszabb hullámok az árapály hullámok, és persze árapály erőművek is léteznek, amikre tulajdonképpen úgy is lehet tekinteni, mint egy nagy hullámerőműre, de valóban lehet hullámmal elektromos energiát termelni. Na de közben megfelelően lecsillapodott a víz. Indítom az első cunamit. Szólok, ha ide. Kösz. Ideért. Indítom a második cunamit. Középtájon találkoznak. Na, mi történt? Hát így jó napot kívántak, és elindultak. Összepacsisztak, és kész. Semmi nem történt. Átmennek egymáson, mint a szellemek. Tehát ebből mit tanulunk? Hogy igazából nem robbantsunk atombombát. Igen. A legtöbb, amit tehetünk, hogy a szemközti parton lakók is kapnak egy cunamit a nyakukba. Mondják, hogy a legszebb öröm a káröröm, de azért ez mégsem. Erre nem lehet alapozni. Úgyhogy, hát ez egy baj.
Tehát a cunamik ellen nem tudunk védekezni. A szerencsénk az, hogy bár nem folyik szét, de legalább csak olyan gyorsan megy, mint egy utasszállító repülőgép. Tehát, hogyha például a Csendes-óceán egyik partján bekövetkezik egy tengerrengés, még mindig van 12 óra, hogy mondjuk a túlparton kitelepítsük a partmenti lakosságot. Tehát sajnos ennél pozitívabbak nem lehetünk ebből a szempontból. Ugye a fizika órán tanultuk ezt, hogy a hullámoknak ugye van interferenciára, és akkor szuperponálódni tudnak, meg kétszer akkorák lesznek, akkor ezek szerint ezekre a hullámokra ez nem érvényes? Ezekre a hullámokra azért nem érvényes ebben a formában, mert mondtam azt, hogy ezek nem lineáris hullámok, ami pont ezt jelenti, hogy a kettő összege az nem biztos, hogy maga is egy létező hullámot ad ki. És ebben lényegesen különbözhetnek ezek a hullámok az iskolában tanultaktól. Emiatt van az, hogy az ilyen laborkísérleteknek nagyon fontos szerepe van mind a mai napig, hogy megértsük, hogy hogy működnek. Hát köszönjük szépen, hogy ezeket megosztottad velünk. Találkozunk legközelebb. Ne felejtsétek el lájkolni és támogatni minket a patreon.com/parallaxis oldalon keresztül. Sziasztok!